A második fordulóban elszenvedett veresége óta Zsinórban 6 mérkőzést nyert meg a Mátészalkai női kézilabda csapat, így a legutóbbi Bőcs elleni 13 gólos győzelem már papírformának mondható. A Vakarcs Krisztina játékos edző által irányított együttes végigvezetve gyűjtötte be a 2 pontot és ugrott a tabella élére. Torma Tamás egyesületi elnök szerint az egyfordulóval korábbi idegenbeli mérkőzésük volt az ősz kulcsmeccse. 2 hete Füzesabonyban voltunk, ahol hétközi edzésen voltam len, és azt próbáltam a lányokba beleplantálni mindenképpen, hogy teljesen úgy játszanak felszabadultan, tehát a játék öröme miatt, hiszen nem nekünk van veszíteni valunk. Én úgy gondolom, hogy ez a taktikai fegyelem, amit a Vakarcs Krisztina vezette csapat betartott, Füzesabonyban sikert hozott, hiszen egy góllal tudtunk nyerni Füzesabonyban, így aztán a tabellán gólkülönbséggel, de még mindig a második helyen voltunk. Most a végén a Bőcs elleni mérkőzéssel úgy gondolom, hogy megerősítettük azt a pozíciót, hogy igenis a nem rivalizáló csapatok a Bőcs a tabellának a második felében foglal helyet, nagy gólkülönbséggel tudtunk győzni, és ennek a gólkülönbségnek köszönhetően most átvettük a tabellán a vezetést. Az elnök szerint a sikerekben nagy szerepe van annak, hogy a játékosok nem csak a pályán, hanem azon kívül is jól megértik egymást. Egy nagyon jó közösség, egy nagyon jó szellemiségű csapat alakult ki, az eredmények ezt bizonyítják, és amit talán ezt a közösség erőt fokozza, az az, hogy Mátészalkáról vagy tanulmányok, vagy családi okok miatt elkerült emberkék, akik időközben visszajöttek, és valamikor itt MB2-ben, MB1-ben már szerepeltek, azok is most visszajönnek, és elkezdték látogatni az edzéseinket. 4-5 ilyen emberről számoltok be, akiből 2-t már is igazolt a csapat időközben, és ez úgy gondolom, hogy jelzi azt, hogy itt egy közösség, egy új közösség és egy kiváló csapat munka zajlik a kézilabda sport területén is. Az északkeleti csoport tabellájának élén a Mátészalkai MTK áll 14 ponttal, megelőzve a szintén 14 pontos Füzesabonyt és a 12 pontos Hajdúböszörményt. A Mátészalka vasárnap Hajdúböszörményben lép pályára.